Jó estét kívánok, köszönjük a kedves nézőket, Vereckei Lajos szakkommentátor kollégámmal. Már most elnézést kérek, mert szerintem Kukori Kotkoda meséjében nagyon jó szinkronhang lennék. Akár, de még Kotkodát is, de Kukorit mindenféleképpen nagyon jó tudnám szinkronizálni ezzel a hanggal. Következik tehát a Belfasti viadal, és már most jelzem, hogy a www.facebook.com/sport1tv oldalon hozzá lehet szólni a közvetítéshez, kérdéseket lehet feltenni, és Lajos, illetve háttérben dolgozó stáb majd természetesen megválaszolják ezeket a kérdéseket. Tehát azért most már elég közel van a döntő, a finálé, amelyet az O2 arénában rendeznek majd Londonban, májusban, és... Nem is májusban, bocsáss meg. De, jól mondtad, május 18-án. Szeretettel köszöntöm a nézőket én is. Igen, május 18-án. Tehát fokozódnak az izgalmak, és itt azért lesznek ma már, azt kell mondjam, a sorsdöntő mérkőzések is. Igen, abszolút egyértelműen azt kell mondani, hogy közeledik a vége, és mégsem látjuk még tisztán a képletet, hogy ki lesz az a négy, aki az utolsó Premier League fordulóra meghívót kap. Jelen pillanatban ugye ez négy játékost fog érinteni, azonban az élmezőny rendkívül szoros. Én azt gondolom, hogy alapvetően 6 emberrel kell számítani, de az előző heti teljesítmény alapján semmiképpen sem írnám le James Wade-et sem. Matematikailag még Dave Chisnall-nak is van némi esélye, bár azt gondolom, hogy az, hogy jelenleg 6 ponttal vezet előtte a negyedik pozícióban elhelyezkedő Raymond van Barneveld, igaz, egy mérkőzés előnnyel, ugyanúgy, mint Gary Anderson. De viszont Chisnall-nek ma 2 meccse lesz. Ez ő szempontjából abszolút sorsdöntő lehet. James Wade-nek is azt gondolom, hogy ez a forduló lehet az, amikor el fog dőlni, hogy vajon eséllyel fogja az utolsó 3 fordulót még teljesíteni, vagy már igazából továbbjutási esély nélkül. A másik mai duplázó egyébként ugye Phil Taylor lesz, aki a mai második meccsen fog majd Gary Andersonnal megmérkőzni, egészen parád és összecsapások várhatóak. Peter Wright, James Wade összecsapás, ugye egy Chizzy Lewis meccsen nyitunk. Lewis ugye 9 nyilas dobott a múlt héten, Barneynak szenzációs játékkal 7-4-re győzte le Raymond van Barneveldet, akinek most nincs túl könnyű dolga, hiszen hátsó pályáról kellene Van Gerwent legyőznie, szép és nemes napon, amikor is betöltötte a 50. életévét, és 50 éves. Úgyhogy Isten éltesse Raymond van Barneveldet innen ezt is. Ezt a fogadásnál feltétlenül figyelembe kell venni, az 50 évesen csak nem illik kikapni. Így van, igen, ez biztos egy motiváló tényező neki. Pluszban azon felül, hogy ő verte meg egyedül Van Gerwent ebben a szezonban a Premier League mezőnyéből, méghozzá nem is akármilyen mérkőzésen. Íme a tabella, tehát lehet látni, hogy alapvetően Adrien Lewisig bezárólag látható a reális és nagyon szoros élmezőny, de James Wade és Dave Chisnall ehhez a hatoshoz még valamelyest föl zárkózhat. Itt nagyon komoly latolgatások voltak már, valóban a Wayne Mardulék is próbálják kisakkozni, hogy vajon mi várható a mai napon. Én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas forduló elé nézünk, hiszen tényleg nagyon érdekes és nagyon fontos dolgokról születik ma döntés. Egyébként annyit előjáróban, hogy abszolút felfelé ívelő formát mutatnak az átlagok, hiszen egészen 9 fordulón keresztül 100 pont alatti átlagot értek el a versenyek során, és aztán következett ugye a dublini állomáshely, legutóbb a liverpooli verseny, és itt már 100 fölé került a mezőny, 102,82, illetve 102,47 századdal, és tegyük hozzá, hogy megugrott bizony a 180-asok száma is. Dublinban 41-et dobtak, még a legutóbbi versenyen 39-et, és hát a legutóbbi versenyhez fűződik ugye az idény eddigi egyetlen 9 nyilasa, Adrien Lewis dobta Van Barneveld ellen. Ugye medés, hát élesedik, igen. Ja, hát az, igen. Nagy-nagy est volt ez, de hát igen. Mi sem panaszkodhatunk, mert pont
tavaly egy Louis Barneveld mérkőzésen született, így van, pontosan úgy, és már lassan James Wade-től kezdi elvenni ez a párosítás a várható 9 nyilast. Úgyhogy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt valóban. Közben különben már meg is jött hozzám egy kérdés, már nagyon érdekes kérdés, sosem foglalkoztunk ezzel. Az a kérdése Zámbó Zizinek, hogy ki hozza be a vizet a színpadra a játékosoknak. Hát én a European Touron láttam csak azt, hogy kiviszi be a vizet, ott az íróknak a feladata ez. Itt nem tudom megmondani pontosan, de gyanítom, hogy itt is az írók lehetnek ezért a felelősek, és remélem, hogy kielégítettem az érdeklődést, és nézzük közben Csizi bevonulóját. Új kisasszony vonultatta be Adrian Lewis, hát, még nem láttuk. Sejtettem, hogy a szakmai szemmel kiszúrtad azonnal. De nézzünk azért, szakmázunk egy kicsit mélyebben is. Nagyon kiegyenlített a mérlegük, összesen 27 alkalommal játszottak egymás ellen. Csisznál 14-szer nyert, Lewis 12-szer, egy döntetlen, és a Premier League-ben pedig aztán abszolút 50%-os a mérleg. Két Csisznál győzelem, két Lewis győzelem, illetve egy döntetlen kettejük mérleg. A legutóbbi két mérkőzést Adrian Lewis nyerte Dave Csisznál ellen, és ugye Csisznál ma kétszeresen is érdekelt, hiszen van ez a mérkőzése, és aztán még a záró mérkőzése a Taylor elleni összecsapás lesz, de hát ő jelen pillanatban a legkilátástalanabb helyzetben van, tehát neki nagyon-nagyon kellene egy dupla győzelem a mai estén. Igen, nincs könnyű helyzetben Csizi, és ráadásul egy olyan a legnagyobb különbségű győzelmet aratt ellene az első fordulóban, vagy első fordulóban az előző meccsükön, és ez a 7-2-es vereség. Nyilván eltelt már egy kis idő, hiszen február elején volt, de azt gondolom, hogy ez azért benne maradhat az emberben. Ott nagyon lemosta a pályáról Adrian Lewis Dave Csisznát. Most is azt gondolom, hogy a lendület mindenképpen Lewis mellett szól, az fölötte van. Szép kezdés lett volna. Ami egyébként a legérdekesebb, hogy függetlenül attól, hogy sereghajtó Dave Csisznál, de ő, illetve Van Barnevel dobta a legtöbb 180-ast eddig a verseny során, mind a ketten 49-et. Igen, ő nagy 180-as haigáló, és
viszont a kiszállói azok okoznak néha problémát. Őnek van az egyik legkevesebb 100 fölötti kiszállója egyébként. Összesen 69 100 fölötti kiszállónál járunk a forduló előtt. A legtöbb 100 fölötti kiszállót Gary Anderson produkálta, 13-at, míg ebben a kategóriában Peter Wright a második helyezett, 11-el, és aztán őket követi 9 100 fölötti három számjegyű kiszállóval Raymond van Barneveld. Nagycsisznál elérkezett tehát a kiszállóhoz, 78-as kiszálló. Igen, azonnal hatalmas rajtot vette az 55-ös kezdés. Jó, a tripla. Után. Nagyon szép, és a dupla 12. Dupla 6 kell, és megvan az első leget, a saját leget megnyeri Csisznál, bíztató kezdés. Köszönjük szépen, elküldték nagyon sokan a mérkőzések otcait. Itt 3.25-öt kínálnak a fogadóirodák Csisznának, és Adrian Lewisnak 1.83-at. 180! Megvan az este első 180-at, Csisznál dobta. Ebben a kategóriában 344-nél jártunk a forduló előtt, most ez volt a 345-dik az idei Premier Liga sorozatban. Nézzük a folytatást, az egy tripla ötös. Hogy szoktad mondani? Gonosz nyíl? Gonosz nyíl. Gonosz nyíl. Igen. Most a negyedik volt a gonosz nyíl. Ami viszont még úgy tűnik, hogy Lewisnak elég sok gonosz nyíla van, mert nem igazán oda mennek. Az első két körben legalábbis, ahol ő szeretné, mert triplát nem talált, most végül azért korrigált egy 140-nel a harmadik körben. Meggondolta magát. Csizi előbb lett kiszállón. 180 után, szóval elég szépen halad a break lehetősége felé. Dave Csisna, főleg így, hogy 41-et dob Adrian Lewis. Nem üldözi a tatár Csisznál, tehát hogyha nem száll ki még, az nem a világ végét jelenti. De megvan a tripla 20, megvan a tripla 17, dupla 16 nincs meg. Ó, azt a mindenit. De még mindig valahol ott a mars körül Lewis. És megint egy 57. A harmadik 57-es dobja ebben a legben, és 41-jel megspékelve egy 140-et, hát még éppen, hogy kiszáll a közelében, de Csizi ezúttal egy 13 nyilassal hátulról elveszi Adrian Lewis kezdését. Csalódott és a meglepetettséget tükröző biggyeztést láthattunk Lewis ajkán. Azt ne feledjük, hogyha a Csizinek ma sikerülne behúzni mind a két meccset, és az nagyon fontos, hogy mind a kettőt első pályáról játsza. Óriási különbség a köratlagokban közben. Nagyon, szóval nagyon jó átlag. Azért négy pontot, ha begyűjtené, akkor Adrian Lewis például egy pontra megközelítené. 180! Láthatóan ő még nem tett le arról, hogy a legjobb négybe kerüljön. Brutális átlaga van. Ugye 105,38 századdal Michael van Gervennek van a legjobb átlaga eddig a Premier League-ben. És még egy 100 fölötti átlag van, ez pedig Gary Anderson produkálta. 180! Hihetetlen, hogy játszik Csisznál. 9 nyíl után 48 pontja van. Ezt a játékot Lewis csak 9 nyílassal tudta volna megfogni. Ott a 8-as. Ó, elsőre. De szép, 11 nyilas. Hát meglepődik Lewis. Egy hete még nem így állt ott a tábla előtt. Hát nem, nagyon nem. Na de beindul most. 180! De bizony. Lenne éppenséggel min javítania. Lewisnak nagyon gyenge átlagot produkált eddig. Ó, igen, hát a negyediket, alig volt 80. Az is jó. Jön az ötödik, azt találta. A közönségnél már szinte ez elvárás, hogy Lewis 9 nyilas dobjon. Igen. Hát ezt a leget most hoznia kell, mese nincs, mert a 4-0 az szinte katasztrófa lenne neki. És aztán hát most már szinte az is csoda lenne innen, hogyha X-re tudná menteni, hogyha Csizi ezt a játékot tudja tartani, hiszen bőven 110 fölött van még most is Csisznál átlaga.
volna. Szépen jön a két volna Csisznát. De hát az az igazság, hogy elég hektikus a játék a Csisznának egy-egy mérkőzésen. Vannak nagyon jó periódusai. Dupla 10. Besokalt, 99-re besokalt, Luis. Hát most egy nagyot kerekítsizi, akkor gondban lehet. Egy 177-tel, az szerintem fölötte. Így van, egy 100-as. Jó a tripla. Az is jó, 16. És ennyi dupla 20-ra. 16-ra, bocsánat. És meg is dobja, 99. Pont nem 100 fölötti kiszálló, de... Ez egy nagyon fontos kiszálló volt Adrian Lewisnak. Csisznának viszont ez egy nagyon fontos leg most. Break előnyben van, hát, ezt szeretné megtartani. Így van, óriási kényelmes helyzetben van, a saját kezdéseit kellene hoznia. Semmi más dolga nincs, de Lewisnak meg más terve van. 180! Ó, Wenger nem maradhat el, egyetlen helyszínes. Ide Észak-Írországban is átjött megnézni a Premier Ligát. Ha már a sajátjával nem vitézkedik ugye a csapat annyira. Már nem tudom mennyire vitézkedik, csak hallom, úgyhogy nem, annyira nem követem, de... Most nyertek. Igen, de csak azt olvasgatom, hogy sokat ekézik, úgyhogy valószínűleg ideges nem. Is voltam, mert fogadtam rájuk. Na nézzük, most nagy lehetőség Lewisnak. Le tud menni kiszállóra, előbb tud próbálkozni a duplával, hogyha megoldja. Ezt a kört, ez jó, 127-es marad. Na de ha dob egy 180-at, Csizi már pedig miért ne dobna? 140. De így is magasabb, de kiszálló lehetőség Lewisnak. 57 kell. Nem jön, 88-a van. 72 marad. Na és megoldja ezt a problémát Csisznál. 96-os, ha triplát dob, akkor... Komoly esélye van. Szép mentés lehet. Két nyíl, és ott is van. 14 nyilas. Milyen jól kezdte pedig Lewis ezt a... 180! A szokásos kezdése Lewisnak. Iva 350. a tornán. Az is. 140. Nem rossz. Nézzük Lewis folytatását, megvan a negyedik benne. Is. Ó, az ötödik az nagyon fölötte. Csak 100-as. Hát ez létfontosságú, megint ez a leg. Tehát az az alap, hogy Lewisnak minden kezdését hoznia kell. Sokáig már nem bazírozhat arra, hogy mikor veszi el Csizi kezdését. Hát Lewisnak még egy saját legelvesztése már nem hát fér az a vége, a akkor az nagyjából igen. Brutális átlaga van Csisznának. Bizony. Egyértelműen a legjobb meccsét játsza most eddig a Premier League-ben. Most nem jön a tripla. Most a kritikus időszak, mert ilyenkor, hogyha kétszer, háromszor nem jönnek triplák sorozatonként, akkor összeroppanhat. Most nézi, hogy Csizi nincs, úgyhogy szépen le fog kerekíteni. Így van. Marad a 40 pont. Nem volt kiszállón Csisznál. Egy szektorhiba, de legalább tripla, az már jó helyen van, és a harmadik is jó helyen van, de hát három nyila van dupla 20-ra Lewisnak, elég egy is, szinte pont mi van. Ez egy 13 nyilas leg volt, eddig ez a legjobb legje Adrian Lewisnak, és 92-93 pontra tornázza most már az átlagát, az már azért bíztató, de hát még mindig rettenetes magasan. Megint 180. Na ez most nagy csörke lesz, azt hiszem. Azt hiszem 180-nal. Hú, Csisznál utána dobja. Már biztos, hogy nem. Sőt, csak 100. 100-as. Hát ha most dobna még egy 140-et, vagy 100-as. Azt a betyárját. Az jó. Kell a 140. Ott megvan. Is van. Most van bajban Csisznál. Hú, nagyon fölötte. Ez meg alatta. És a hármasda dobja a triplát. Na itt a lehetőség. Nem, a triplát, bocsánat. A tripla hármas dobott, igen. Lehetőség Lewisnak. Le kell kerekíteni. Egy 100-as. Igen, az 81 az már egy. Hát nagyon úgy néz ki, hogy visszabrékel Lewis. De hát azért nézzük Csisznát.
Igen, 180, és most abban kell reménykedni, hogy a 81-es kiszállóval nem birkózik meg. Luis, 19. Igen, és akkor egy nyíl kiszállóra. És nem dobja meg. Itt a lehetőség Csisznál előtt, a sírból visszahozhatja a leget. Micsoda időpontba dobta ezt, annyira elképesztően jókor dobta ezt a 180-at. Az mindig jól jön, de ez most megláttanilag rettenetesen fontos volt. Honnan 13 nyíl ez is. Na ezért nem mindegy, hogy ki kezd egy leget. Csalódás ez Luistól, nem 180, csak 140. Igen, hármat kezdett zsinórban. Megy utána Csisznál. ...110 fölötti átlag Csisznánál, és most már a 100-at közelíti Luis is. És ami nagyon fontos, hogy 71,4%-kal dobja a kiszállókat Dave Csisznál, 7-ből 5 sikeres dobás. Luis sem rossz, de összesen csak 4-szer dobott kiszállóra, és abból 2 sikeres volt. 140. Tényleg brutális, és most már 100 fölött. Csisznál dob. Oha. De elég egyetlen egy megingás saját legben. A szép, és a dupla 18. Ez kívülről azt hitte, hogy benne van. És belülről dobja, de még nincs kiszállón Csizi. 11 nyilas lehetett volna ez a leg. Ó, 76-ra érkezik le Csisznál. Az belülről ha. Kell egy kerekítő. Jó, besokal, Luis. Óriási hiba volt. Hát ez az, dobott egy 20-ast 76-ra. Meg lett a második break, és már a biztos pontszerzés is ezzel. Fú, ez nagyon nagy hiba volt, ez a 20-as szektorba dobott egyes. Igen, kísérlet. És két kiszállóra. Nem. Egy marad egy neki, marad ugye, mert sima. És benne bedobja! Van. 6-2! Azt a mindenit neki, és ahelyett, hogy Luis vette volna el Csizi kezdését, Csisznál veszi el Luisét újra. És ezzel a 4 break lehetőségből 2-vel él Dave Csisznál, miközben 4-ből 0 ugyanez a mutató Luisnak. Nem jó a kezdése viszont Csisznának most. Megbosszulja vajon Luis, egyelőre nem, mert nincs triplája, és nincs triplája. Nem tudta kihasználni Csisznál mérsékeltebb kezdését Luis. Hát az mint hogyha egy kicsit meg is rogyantotta volna Adrien Luist ez a sorozatban már elbukogatott legek. És hát ugye mind a mellett, hogy Dave Csisznának ez a felzárkózását nagyban elősegíti, hogyha ezt megnyeri ezt a meccset, Luisnak viszont óriási csapás lesz, mert nem tud fölzárkózni. Igaz, Luisnak még lesz egy duplázós napja, hát ő még nem játszott két meccset egy napon. Szép. Ez tripla, de nem a 20-asba. Így is jó, 135. Az utolsó fordulóban fog majd Van Gerwen és Adrien Luis duplázni, de ugye ez egyben azt is jelenti, hogy Adrien Luis Van Gerwennel fog játszani, tehát ott sok jóra nem számíthat, természetesen megverheti, de ez nem egy egyszerű kategória, ezzel a játékkal semmiképpen sem. Na nézzük a mérkőzésére a Bull, hát az egy, rá is dobhattál volna, szoktuk mondani. Fullan a nézőtér, 11 ezeren vannak egyébként. Na és a dupla 8 megvan elsőre. Hát csinált egy breaket Luis. Igen. Hát az X-hez most már nem kap, tehát most már nincs több leg, amit bukhat, ha egy pontot legalább haza szeretne vinni. Hú, de nagy hiba. 41. Hol vannak már a 180-as kezdések, ugye? Lent már jön a tripla. 96 a dobás. És 9-ből 6 sikeres duplája van Csizinek, míg
8-ból 3 Adrian Lewisnak. Most már azért közeledtek az átlagok egymáshoz, így a mérkőzés második felére. Nincs az az óriási különbség. De 6 nyílva dobott 101-et Lewis eddig. Ez egy óriási probléma neki, és nem jön a tripla. Hát gyorsan le fogja zárni Csizi ezt a meccset, hogyha a Lewis nem fog dobni legalább egy 2 vagy 3 triplás kört. Jött a tripla. Hoppa, ott is jött. Igen. Az szép, 120, így kiszállón van Csizi, 9 nyíl után. De Lewisnak csak nem akar jönni, pedig kellene a 140, a 167-hez. Az is jó, 170 marad. Egyesbe dobja az első nyilat Csizi, a második már szép. Tripla 17 kell, megdobja azt is, marad a 36. Lewis megbirkózott már 170-es kiszállóval a Premier League-ben. Jó a tripla 20. Az jó, is második jó, és nézzük is a búra dobását. A drótról vágódott azt le. Azt a minden itt, de kicsi híja volt. Igen. Érzi ő is. De szép lett volna pedig. És itt vannak a meccsnyilak Csisznál kezében. Hát én nem hiszem, hogy ezt bárki megtippelte volna, hogy 7-3-ra nyerhet. Én megtippeltem, de azt, hogy Csisznál nyer. Ó, nem dob rá a dupla kilenc. Nem dobott rá a dupla kilencre, hanem dobott egy tízest, elhasznált egy nyilat kerekítésre, és el is rontotta a kiszállót. Hát ezt büntetni szokták. Na, nézzük Lewis-t. Nem csinál a rendező. Dupla 8-ra, és nem dobja meg. Hihetetlen. Némi zavar a végjátéknál mindkettejüknél nagyon, ebben a legben. Nagyon fura volt. Hát, nem tudom, hogy nem akart 9 páratlanra rádobni, az nincs benne. Nem hiszi el Csisznál. Nem akart páratlan duplára rádobni. Már a 6. körben vagyunk. Dupla. Az megvan, és megdobja. 7-3. Csisznál beúzza a meccset. Hát ennyi volt Lewis mai fellépése és szereplése. Nem mondhatja, hogy túl sikeres lett volna Belfastban. Csisznál pedig kipipálja az első meccset, és lesz még egy meccse Phil Taylor ellen, addig malmozik egy kicsit. Igen. Erre még várni kell egy pár órát, hogy erre a mérkőzésre sor kerüljön, és hamarosan kezdődik viszont majd a Phil Taylor Gary Anderson mérkőzés a szünet után. Következik a második mérkőzés Phil Taylor, illetve Gary Anderson között, és közben itt nézegettem a listát a 9 nyilasokat, illetően James Wade-nek adják a legkevesebb esélyt a 9 nyilasra. 59-szeres szorzó lenne a Wade 9 nyilas dob. Na de hát akkor nézzük a Taylor-Gary Anderson meccset, jön a bevonulás. Thank you.
10 éve küzdenek, csatáznak egymással, 2007-ben játszották az első meccset, amit még Gary Anderson nyert 7-3-ra, és összesen 56 mérkőzés van mögöttük. 38-szor Taylor nyert, 15-ször Gary Anderson, 3 döntetlen. Premier League-ben Taylor van fölényben, szintén 6 győzelem, 3 döntetlen és 4 Gary Anderson siker. Egyébként ugye egyszer már találkoztak egymás ellen itt az idei Premier League-ben, és ez egy 6-6-os döntetlent hozott. Így van, és hát ez a meccs az biztos nem fog olyan gyorsan, rohanósan telni, mint a bevonulásuk, mert valahogy végigviharzottak mind a ketten itt a kis folyosón. Érdekes kis csata lehet ez. Phil Taylor fog egyes pályáról játszani, tehát ő kezdi a mérkőzést, és hát a Gary Anderson megint azt az ellenállhatatlan formáját hozza, amit már megtapasztaltunk egy párszor, akkor azért komolyan borsot törhet Phil Taylor orra alá. A Taylornak meg hát egész egyszerűen annyira kiszámíthatatlan a formája, hogy nem lehet tudni, hogy éppen milyen napot fog ki. Múltkor is ugye vezetett 5-3-ra, majd egy rontott kiszálló után gyakorlatilag elkezdett azzal foglalkozni, most még majd meg kell küzdenie, úgy hallom, az északír közönséggel is. Tehát érdekes lesz, kíváncsian várom, hogy milyen eredménnyel fog zárulni ez a meccs, de mivel kevés időnk volt a bevonulás előtt, azért hagyd mondjam el, hogy a PDC Hungarian Fanclub megtartotta a World Cup of Darts magyar selejtezőjét a PDC Europe megbízásából, és kialakult a magyar csapat, akik majd június 1-től 4 napon keresztül reméljük képviselik Magyarországot a World Cup of Darts eseményén. A dolog egyik érdekessége, hogy Bezzeg Nándor, aki eddig mindig a csapat tagja volt, ezúttal nem tudta kvalifikálni magát. Az első versenyen Székely Páltól kapott ki, míg a második versenynek a döntőjében kapott ki Mester Zoltántól. Az első versenyt Végső János nyerte. Nagyon nagy mérkőzésen Takács Gábor ellen, ugye, aki szintén volt már kint a páros világbajnokságon. És a második meccset pedig Mester Zoltán nyerte meg, így aztán a Végső János Mester Zoltán összeállítású magyar csapatot fogjuk majd látni. Nagyon sok sikert kívánok neki, gratulálok és jó felkészülést a világbajnokságra mindkettőjüknek. És akkor nézzük a nagy ágyúkat, hogy 140, marad a 63, magas kiszállóval kell megküzdenie Andersonnak, de jön a tripla 20. Az is jön, dupla 17 és dupla 18, az nem. Volt nyila a breakhez, rögtön az első. Szöszmötöm egy kicsit a Taylor a háttérben. Na és akkor nézzük. Zavarja a közönség, mindent bevetnek a belfastiak. 50 maradt, egy nyila van a kiszállóra, dupla 16. És nem is tudta megoldani Taylor, nagy hiba. És nem látom Paul Hinks vállán, ez megvan elsőre, azt a kamerát, amit a múltkor már megfigyelhettünk, most úgy látszik, ezt levették a lehetőségek közül, és Anderson rögtön egy break-kel nyit. 140. Azért nem irigylem Taylort, mert ahogy elhagyják Angliát, abban a pillanatban szembesül hát a közönség új szimpátiájával. Hihetetlen, mert ennél szerintem nagyobb tiszteletet harcolt ő ki magának ebben a sportágban. Én elhiszem, hogy politikailag vagy egyéb okokból az angolokat nem szívlelik Észak-Írországban, de azért én azt gondolom, hogy
legalább azt a tiszteletet megadhat meg neki, hogy nem fújolnak meg, búznak a kiszállnál, de hát ez a közönség dolga, tehát ezzel foglalkozzanak ők, meg foglalkozzon vele Taylor, mi meg azzal, hogy milyen szép játékot láthatunk most a skóttól az első pályáról. Kérdés nem hagy nyitva. Ez jó, az első tripla. Az is jó, lesz 180. Nem, főleg 125, így aztán. És aztán meg így nincs is kiszálló sem. Az nem tripla. Nem bizony, van 70 pontja, de nincs kiszállón Taylor. Így most ráment a tripla 10-re, és megdobja elsőre. 2-0 villám gyorsan Gary Anderson javára. Taylor most hát már nem eddig nagyon hibán parádés Gary Anderson. Hiszen rettenetesen jól kiszállózik, és 120 fölött van az átlag, az 13 és egy 12 nyilassal nyitotta ezt az összecsapást. 128-as első 9 nyíl és 120,2-es körátlag. Brutális. Lépés előnyben Gary Andersonnal szemben. Ott van most. Micsoda átlag. Hoppá! És kipattant még szegény Taylor, embert az ág is húzza. Hát segített neki Gary Anderson. 81. Nagy szerencséje volt Taylornak, hogy ezt nem tudta Gary Anderson kihasználni most. Benne van a második is, nézzük a harmadikat. Még ott volt a terület kettő között. Kicsit rákapcsolt, begyújtotta a rakétákat Taylor is. 140. Na, jön a kiszálló csata. Még egyelőre Anderson mondjuk nincs kiszállón. Alatta. Az is alatta. Azért egy tripla illene, hogy bejöjjön szektorba. Kerekített 41-jel 100-ra. Itt az most nem a legszerencsésebb, főleg ezért nem. 140. Rögtön lecsap rá, mint a vércsegeri Anderson. Tripla 20, nem jön. Rámegy a két duplára, vajon ráment, nem jött. Így marad a 40. Ez egy sima 3-0 lehet így. És két nyíl dupla 20-ra, az fölötte. Ez már benne. Húha, nagy bajban Phil Taylor. És ez amúgy a 4 pontos meccs kettejük között, hiszen egyetlen pont különbség van Anderson, illetve Taylor között. 100. Főleg úgy, hogy Gary Anderson ugye egy meccsel többet játszott. Úgy van egy pont közöttük. Ez nagyon fontos. Hiszen, hogyha most meg tudná verni Taylort, akkor Taylor hiába nyerne Csizi ellen. Nem tudná behozni Gary Andersont pontban. Ó, nagyon magabiztos Gary Anderson. Mondom, ő és Van Gerven rendelkezik 100 fölötti átlaggal összességében, és hát nem fogja alulmulni ezen a mérkőzésen ezt a teljesítményt. Nem úgy fest, még mindig 113,4-es körátlaga van. Kiszállója is parádés, 60%. 82. Felcsillan egy picit az esély Taylor előtt, de ja, még egy tripla kellene, hát nem jött. Gratulálok, megint nem sikerült odafigyelni, vagy nem tudom, hogy szándékosan ennyire hitt a triplájában Taylor, de nincs kiszállón. Igen, 165. Ráadásul megvolt az első tripla, tehát nyugodtan kerekíthetett volna kiszállóra, de most megint nem fog kiszállót dobni, még csak kísérletet sem, Gary Anderson meg 44 ponton áll. Azonnal fölfelé dobna, de hát szerintem teljesen mindegy. Gary Anderson nagyon magabiztosan duplázik. Íme. 4-0. Hát nagyon nagy zakóba szaladhat bele. Nem is értem, komolyan mondom. 265-nél 80 pontot megdobja, és nem eszébe nem jut, hogy ez oké, hogy régen ezt ő simán bevállalta, csak akkor egy kicsit jobban ment a játék, és akkor gond nélkül belevágta az utolsó nyilat a triplába.
Most azért lehet, hogy nem ártott volna egy kicsit jobban odafigyelni, de hát nyilván nem én fogom eldönteni, hogy ő milyen taktikával játszik, csak az esélyt sajnálom, hogy nem adja meg magának. Két 60-as kezdés, és ha ez így folytatódik, akkor akár nullázás is lehet belőle, ha Gary Anderson ilyen tökéletesen fogja kihasználni a lehetőségeit. Mindössze egy nyila volt eddig Taylornak, ugye arra a 32-re. És akkor még egy picit gondolkodjunk előre is, hiszen, mint említettük már, Dave Chisnall Taylor ellen fog játszani pont az est utolsó mérkőzésén. Chisnall kirobbanó formában van, 180 közben. Taylor viszont ezzel a játékkal egyáltalán nem biztos, hogy legyőzi Chisnallt. 140 a válasz. Legalább az első leget húzza be Taylor. Megvan a tripla 20. És a Bull. De szép lenne. 170-es kiszálló Gary Andersonnak. Már volt egyébként a Premier League-ben az idén 170-es kiszállója Garynek. Most nem tudta megdobni. Megvan a 9-es. Jaj, megvan! Megdobja, így már nullázás nem lesz. Nagyon nagy hátrányban. 96 ponttal kezd Gary Anderson. Nézzük, hogy Taylornak mit hoz az első kör. Egyelőre jó. Nagyon jó. 140 akarja a fejét. Egy szektorhiba, de tripla, az nem tripla. Lent jön tripla. Taylor újabb triplát dob. Az is megvan. Most nagyon összeszedte a játékát. 140? 140 volt, igen, csak jól nem éreztem, lehet szódott a harmadik, igen. Azért Paul Hinksnek is lehet hallani, amikor belekezd a 180-ba. Ő is szépen artikulál. Ez most nagyon szép játék Taylortól, nagyon rákapcsolt most. 180! Ez már tényleg annyi. Így van, 9 nyíl után 41. És 140 brékelhet, a dupla brék hátrányból csinálhat szimpla brék hátrányt. Két kell a dupla 16. Ott van! Meg is dobja, 11 nyilas. Visszatér a meccsbe Taylor. De úgy kerek a történet, hogyha most ezt a leget, a sajátját azért hozza. Hát az akkor ér bármit is, így van. Hihetetlen jól dob most viszont. 140. Most már ő is 104 fölötti átlagon van. Nem is tudom, 108 Gary Andersonnak. A 9. 140 pluszos dobása volt ez Taylornak. És 120,5-re föltornázta az első 9 nyilas átlagát, magasabb, mint Gary Andersoné. Elképesztő, jön, hogy elkapta a nagyon, ripust. Nagyon. Még egy 140. Ez a tizedik neki már. De ott jön Gary. 180! Ő is megdobja az első 180-át. Igen, 106 fölötti átlagon mind a ketten. Épp azt akartam mondani, hogy húsznak föl Taylor, az átlagok szépen. Most? 140! Nagyon, az első két nyila folyamatosan tripla 20. Nem is tudom, nem, inkább nem mondok semmit, mert abban a pillanatban megszakad a sorozat. 81, és nincs kiszállón Gary Anderson, most ő se nagyon figyelt erre. Gyönyörű. Megdobja az 57-et, dupla 12. Az nem az jó. Az kívül. Megdobja, 12 nyilas, 11 és 12 nyillal fölhozza magát Taylor, de kell még egy break, hogyha vissza akarja hozni a meccset. Ehhez képest viszont Gary nagyon jól kezd. 13, 12, 15, 14 nyíl úgy nyitottak, és most hármat nyert zsinórban Taylor. 100. Most csak 100 a két triplás körre a válasz. Ez nem 4-0-nál készült. Ez nem.
Most Gary Anderson is begyújtotta a rakétát, már itt vannak az átlagok. Hoppá! Ejjaj! 83! Nincs tripla. Ott jön. Jön még egy. Nem. De sokkal jobban áll a legben. Igen, de nem kiszálló. Tehát ha dob egy 180 Taylor, akkor már komoly pedig esélye van. 140! Csak felzárkózott. Nézzük Gary Anderson kerekítését. Oh, jaj, egyes bedobja. 20 eddig. Ó, a legrosszabb, hogy jön neki ez a 39 pont. Taylornak óriási lehetőség egy újabb breaklegre. Benne a triplában. Dob még egy jött, és a 18-as megvan. 40-re rakja Taylor le magát Taylor. Ki kell szállni a Andersonnak? Nincs tripla. Kell a tripla. Megdobja, és a Bull. Bullra dob. Nincs meg. Azt a mindenit, a drót mellé. Igen, ez körülbelül a 4-4-hez, 4-0-ról, vagy 0-4-ről. Micsoda lehetőség, 4-1 nyer Anderson, 4-1 nyer Taylor. Igen! 4-4! Azt a mindenit, milyen meccs lett. A sírból kiásta magát Gary Anderson. Aj, de jó lenne, pedig a koncentrált maradna, mert azzal, hogyha a közönséggel foglalkozik, biztos, hogy nem használ magának. Igen, igen, nem értem. Hát sorozatban van, na, ott a tripla. Hát, hihetetlen. Ez különben nagyon szép válasz Taylortól, azt hiszem, hogy 140 a piszkálódásokra. És nézzük, hogy Anderson hogy dolgozza fel, hogy egy hatalmas előnyből így visszajött Taylor. Tessenek nézni az átlagokat, már Tayloré van jóval magasabban, 109,2. És ami az igazi kulcs, hogy 121,3 az első 9 nyilas átlag a Taylornak, és 109 Andersonnak. Tehát folyamatosan jobbak a mérkőzés elején a körei. Na most Anderson megdurrant egy 180, nagyon jó. Hú, de jó kis 110 mérkőzés. Fölött már Taylor, nagyon kemény meccs lett. Igazi, igazi óriások csatája. 99, 122, egy 180 kéne Gary Andersonnak megint. Az már nem lesz meg, de a 140 se rossz, lehet, az ott megvan. Is van, egalizál. Ki kell szállni a Taylornak, ha nem akar izgulni. Nem könnyű. Nincs tripla. Még jó a tripla. Megvan, és a Bull. Nézzük a Bullt. Oly, egy jó kis hármas lesz. Ez megint az a kategória, amikor azt mondjuk, hogy rá is dobhatott volna. A 101-re az 51 nem jön, nem jön. Na nézzük azt a 15 dupla 16-ot. Óriási esély, hogy át is vegye Taylor a vezetést. Ott a 15, két nyila van kiszállóra. Első nincsen, megnézzük az utolsót, az megvan, 5-4. 5-5 nyer zsinórban Phil Taylor Gary Anderson ellen. Egészen elképesztő. És hát ha nem kapja össze magát Gary Anderson, akkor az a csúfság érheti, hogy akár még a meccs is elmehet neki. És jön a tripla Taylornak, nagyon eltakadt, ezt félre csúszott az előző nyílon. Nagyon pekes volt a második nyíl. 107,2 és 106,7 a körátlagok Taylor javára. Brilliáns játék. 14 darab 140 pluszosa van Taylornak. Egészen parádés. Viszont nem jön a tripla. Nem ám. Egy jön, 100-as. Hú, egyes dobott Gary Anderson, 20 eddig. Ponton bizony. Megint egy 39-es körbe beesik, így aztán Taylor hatalmas. Hú, hatalmas, a közönség ezt most már nem bírja idegekkel. Jön még egy tripla, vajon fönt a 20-nál? Nem oda dobta dupla. 15, 11, 12, 13, 15 nyíl. Ezek azok, amiket Taylor dobott most. Parádés játék. Kellene Gerinek még egy tripla, de csak egy triplás kör volt ez. De most figyelt arra, hogy legalább kiszállóra maradjon. Hát ha most egy 186 oda csap Taylor, akkor nagy a baj. Az jó. Az épp hogy fölötte.
140 is nagyon jó maradt, a 80-170 a maximális kiszálló, már és biztos, hogy nem lesz meg. 60 pont, ha visszadobja, és ő is 80 pontot dob, így aztán na most. A 90, na nézzük 80-ra. Egy nyila valószínűleg biztosan lesz, igen. Így van. Ha csak nem téves szektor, de hát miért tévesztene? Dupla 20, megdobja! 6-ot nyer zsinórba Taylor, 6 leges. Hát 0-4-nél kigondolta volna ezt? Hát, azt a mindenit neki. Mi játszoltat le Gary Andersonban? Hát én nem most tudom, de hogy Taylorban egy kivagyiság, az biztos, mert hogy megmutatja most a közönségnek, hogy ő azért még nem kell még rádobálni a földet. Most megint 140-nel kezdik. Ez már a 16. 140 pluszos dobása a mérkőzésen. Gary Anderson alól meg, mint a kihúzták volna a szőnyeget. Egyszerűen nem találja magát, már visszament idézőjelbe 104-re a körátlaga, de hát Taylor ellenállhatatlan most. Jönnek a triplák, itt a gyárban. 140. 17. Ó, brutális. Igen, a márdulék is pont ez. Ez a 17-et dobni a 140 pluszban, ezeknek a nagy része 140 volt, sőt szerintem mind. Nem emlékszem mondjuk olyan nagy kerekítőre, hogy azokat szokták még ide sorolni. 100, 121 marad. Jön a tripla. Az fölötte van. Az alatta van 100. 121 a 282-vel szemben. Na nézzük, Taylor megoldja most, vagy majd a következő három nyílból. 84 marad, így marad a 64-e. Jobban nagyon nem molyolhat rajta, mert Gary Anderson jönni fog, ez biztos. Bizony így jön. Van. 180! Meg kell, hogy oldja most Taylor. Nyomást helyezett Taylorra, hogy a 64-et meg kell oldania a győzelemért. Nincs tripla, egy nyila lesz így kiszállóra. És a dupla 20! Meg lesz, vagy nem lesz meg? Nincs nem meg. Dobja meg! Nincs meg az a csoda, hogy hetet nyer zsinórban. Meccsnyilat rontott. Nézzük 102-re. Nem dobja meg a kerekítőt Gary Anderson, így újabb köre van Taylornak ahhoz, hogy hetet nyerjen zsinórban. Három meccsnyil. Múl négyről. Első úgy nagyon az, rossz. Az, erre nem mondják, hogy good marker. Az meg van! Ott van benne! Hát nem tudom, volt-e hát ilyen. Hát 7-0 volt, csak nem volt olyan, hogy előtte ilyet. Valaki nyer 4-et zsinórban. Elképesztő fordítás, elképesztő. Hát zsebben volt már a két pont. Azt hittük, hogy valami hihetetlen nagy zakóbat. Igen, én azt hittem ledullázok, ilyen Anderson, esküszöm. Ehhez képest mit csinált? Phil Taylor lenullázta Gary Anderson. Nyilván az a négyes ott marad azért, de hát ez, amit csinált most Taylor ellen, ez. 119-es első 9 hír. Facebook.com per Sport 1 TV. Ez fantasztikus volt. És nincs vége az estének. Ezt a Phil Taylor Csisznál ellen látjuk majd az utolsó mérkőzésen, és következik majd Peter Wright és James Wade összecsapása, de természetesen megint tartunk szünetet. Azt hiszem, hogy ez az előző mérkőzés egy olyan mérkőzés volt, amit nagyon sajnálhatnak azok, akik nem nézték a mai közvetítést, de viszont akik nézték, azok számára azt hiszem hosszú-hosszú időig emlékezetes összecsapás. De majd erről egy picit később beszélünk, hiszen Lajosnak vannak érdekes statisztikai adatai a meccsel kapcsolatban. Most viszont nézzük meg a Peter Wright-James Wade mérkőzés bevonulását. He's the former Premier League champion. Time to meet. She.
helyzet a következő, ha Peter Wright nyer, akkor pontszámban befogja Michael van Gervent, hiszen van Gervennek az első helyen 17 pontja van, Wrightnak 15. Ha James Wade nyer, akkor a hetedik helyről nem tud elmozdulni, de egy pontra megközelítheti Adrian Lewis-t. Wade számára létfontosságú lenne ennek a mérkőzésnek a megnyerése, mert nagyon-nagyon reménytelen helyzetbe kerülne egy esetleges vereséggel. Abszolút, és ugye amit mondtál, ezt még kiegészítendő azzal, hogy Wrightnak azért fontos ez, mert két meccsen le van maradva van Gervenhez képest, hogyha még most ki is egyenlíti az állást, van Gervennek minimum két meccs előnye van még, tehát abból még hozhat pontokat, de azt azért el kell mondani, hogy 17 ponttal Peter Wright azért matematikailag is elég komoly előnyre tenne szert annak a bebiztosítása érdekében, hogy bennmaradjon az első négyben, és a rájátszás minél jobb pozícióból kezdje. És a második hely azért lenne neki szerintem nagyon ideális, és ezért valószínűleg megtesz majd mindent Snakebite, mert akkor elkerülheti az elődöntőben van Gervent. Mert azt gondolom, bár itt senki sem egy életbiztosítás, mint ahogy láthattuk, de azért azt gondolom, hogy van Gerven ellen kezdeni az elődöntőt nem lesz túl szerencsés senkinek sem. És akkor tényleg nagyon gyorsan egy-két adat még, ami az előző elképesztő teljesítményhez hozzátehető. Egyrészt, hogy Taylor lenyilatkozta, hogy 0-4-nél csak az járt az agyában, hogy nehogy kikapjon 7-0-ra Gary Anderson, ezért legalább egy leget oda tegyen a táblára. Hát abból az egyből lett 7, ami azért valljuk be, hogy nem egyszerű teljesítmény volt. Ez mindezt tette 110 fölötti körátlaggal, tehát az utolsó 7 legben 110 fölött volt a körátlaga. És még egy érdekes adat, Taylornak ezen a meccsen a 140 per leg átlaga ezen a meccsen 1,55 volt. A Premier League-ben ugyanez az átlag 0,76, tehát kétszeresen túl teljesített, és ha jól látom, Peter Wright újra új nyilakkal, vagy legalábbis én még nem nagyon láttam ezt az utóbbi hetekben ezt a kombinációt, amivel most fog dobni. Szóval ez egy egészen parádés teljesítmény volt. Dave Clark próbálta győzködni Taylort különben, hogy ugye azért, hát azért látja ő is, hogy hát ezt a teljesítményt, aki le tudja tenni az asztalra, annak azért még itt lenne a helye jövőre is a Premier Ligában, de Taylor kategórikusan elutasította ezt a lehetőséget, elmondta, hogy neki ez az utolsó Premier Ligája, ez biztos, ez a játék a fiataloké. Most is azt mondja, vannak olyan csapat, hogy Premier Liga társai, akik egy pár napja még, egy-két napja még Németországban voltak, ugye a European Tour sorozaton. Barney is 7 órát autózott a versenyért oda-vissza, mondta, hogy ő neki ez már nem annyira pálya, ő úgy érzi, hogy ez a sport, ez egyre a fiatalabb generáció felé fog elmozdulni, ő ezt már nem tudja tartani, ezt a tempót. Most is mondta, hogy Gary Anderson tempója is már iszonyatosan gyors neki, ahogy dobott, a rendkívül gyorsan dobó játékosok közé tartoznak, és ezeket ő már nem annyira kedveli. De hát amit most lerakott az asztalra, én azt gondolom, hogy azzal bizonyította, hogy ahogy mondanák, ki a király. Hát az előző meccshez képest ez a meccs szivatóval indul, de hát majd megy följebb is az átlag. Wright eljutott kiszállóhoz. Hát így aztán 3 biztos nyila van a dupla 20-ra. Meg lesz az első, nem kell most ugyanúgy 180-ra dobni, tehát nem is célozta meg a tripla 20-at véd. Hát egy gyönyörű kerekítő 147-tel. Kérdés, hogy lesz-e rá lehetősége, hogy dobjon. Kicsit lejjebb. Wrightnak megint nagyon érdekes. Úgy már jó. Vannak, ezt most így közelebbről is meg lehetett szemlélni. Közben jött egy-két kérdés a Sporttelevízió Facebook oldalára. Miket mond a bíró? Ugye a Game On előtt elmondja, hogy ki dob először, tehát hogy ki van egyes pályán, ezt mindig elmondja a Game On előtt. Ez az egyik, amit vel kiegészíti a mondandóját, illetve kiszállónál az a pontérték előtt bemondja, hogy kinek mennyi pontja maradt. Tehát igazából ezek azok a
kis kulcsmondatok, amik elhangzanak ott, hogyha valaki esetleg nem értené, hogy mit mond a speaker. Van, aki itt a tollat kérdezte még az előző meccsen, ugye, hogy ez valami babona, hogy Gary Anderson bedobálja a vízbe a tollait, szárral együtt, nem, mert ő egyszerűen megjelöli a vízes porrat, hogy ne keverje össze. És ilyen, jó, még jelvénye is van a Barney 50 éves szülinapjának, ahogy nézem. Ott van rajta a kis kitűző Peter Wright gallérián. Tehát az, hogy ki Wright fodrász, ezt a többször elmondtuk, hogy a felesége, aki egyébként fodrász is. Igen. És ahogy nézem, többen neked is boldog születésnapot kívánnak Barney mellett. Köszönöm szépen, igazából holnap van, igen, de azért köszönöm. És csak a 40-edik, úgyhogy igazából... Igen, persze. Ahol egy 130, 100 alá jön le James Wade, de hát előbb fog duplára dobni, ha megvan a kerekítő Peter Wright-nak. Nézzük ki el a tripla 17, ha nincs meg, így aztán Wade-re visszaszáll a lehetőség, hogy hozza a kezdését. Nézzük, 51, dupla 10, nem jön a 17-es, így az 54-re, 14 dupla 20. Megvan. Megdobja gyönyörűen közepében a kiszálló, így egy-egy. Na ez viszont nem az a rövid mérkőzés, legalábbis itt nem, azért itt elég megfontoltam, Wright, Tom Wright, igen, is, egy kicsit, is. Igen, az a lassabb kategória. 95. Az jó. Száz alatti átlaggal, egyenlőre mind a ketten, de viszont azonos átlaggal. Visszatérve Taylor sikerére, az meg aztán különösen emeli az értékét és növeli az értékét ennek a győzelemnek, hogy hát igen erős szembeszéllel kellett játszania, úgymond, mert a közönség szimpátiája aztán abszolút nem mellette volt. És 4-0 fölkapaszkodva még utána a közönséggel elkezdett játszani egy picikét, hogy na tessék, látjátok, itt van. És én azt hittem, hogy akkor esetleg elköveti ezt a hibát, hogy kizökken a játékból. Igen, azért van, hogy teljesen kiszámíthatatlan az idei formája, teljesítménye. Hát hallgattuk a riportot, még ő maga is attól tartott, hogy beleszalad egy 7-0-ba. Tehát nem csak mi láttuk úgy itt a közvetítés során, hogy lehengereli őt Gary Anderson, hanem ő maga is tartott tőle, és igazából az motiválta az első megnyert legjénél, hogy úristen, csak nehogy lenullázzon Gary Anderson. Hát aztán, hogy utána meg zsinórban nyert hetet, ahhoz azért az is kellett, hogy Gary Anderson teljesítménye egy kicsit visszaessen, az övé meg valami elképesztően feljavuljon. És nézzük Wright-ot. Az még nem jó. Még az sem jó, de még hogyha ez nem lesz jó, az sem tragédia, ez sem jó. Még mindig lesz három nyila. És na nézzük, megbirkózik-e végre már azzal a dupla hattal. Meg! 2-1. Az az igazság, hogy ez az előző mérkőzés elkényeztette a közönséget, kicsit elkényeztetett minket is, de szerintem elkényeztethette a képernyők előtt ülőket is, mert hát ez nem az a kategória, mint Gary és Phil Taylor meccse volt. Egyenlőre legalábbis, aztán hát, ha fölpörögnek itt is az események. Hát, Wade mondjuk nem erre engedett következtetni ezzel a három nyilával.
hova dobálnak. Erre mondom azt, hogy most például nagyon erős nyugati szél fújt. Az átlagok sem verdesik, az eget 88 körül vannak mind a ketten. Ugye az előző mérkőzéshez képest egy kicsit szokatlan. Mind a tempó, mind pedig a színvonal, de... Hát ez egy ilyen szanatóriumi dartsmos pillanat van, amit Wright és Wade bemutat. Hát Wrightnak ez a legje, ez egészen katasztrofális. Hiszen három kör után 373 ponton állni. Akkor mondjuk csak azt rá, hogy nem egy Premier Liga színvonal. De úgy jól dárcozó nyugdíjas otthonban elmegy? Abszolút, abszolút. Hát szerintem Angliában vagy Nagy-Britanniában van egy pár nyugdíjas otthon, ahol ezt kenterbe ölik ezt a játékot, ami most... Volt egy ilyen kedves sztori még a 90-es években, amikor... hogy mindjárt megpróbálom gyorsan összefoglalni, hogy megvárom Védnek a kiszálló kísérletét, bár szerintem a dupla 20 az nem okoz neki gondot, általában nem szokott. Meg is van 2-2, szóval a magyar válogatott kint volt Nagy-Britanniában, nem tudom pontosan, hogy hol, de azt hiszem talán Manchesterben, és Kis Tibi barátunk, aki akkoriban a magyar élmezőny, sőt, hát azt gondolom, hogy kiemelkedő alakja volt a magyar dartsnak, nagyon sokáig nem tudta megverni senki, és én ezt a sztorit nem tőle hallottam, de én azt gondolom, hogy nagy ferdítés nincs benne. Lementek egy pubba, egy helyi pubba a szálláshoz közel, ahol ki volt rakva egy icipici kis pár 10 centis kis kupa, hogy a megyei vagy körzeti bajnoknak a díja. Hát ők megkérdezték, hogy ez a körzeti bajnok, ez itt van-e. Mondták, hogy még nem nincs itt, de le fog jönni, és hát elkezdtek melegíteni, hogy na majd akkor kihívják, hogy vajon itt a körzeti bajnok milyen szinten játszik, és hát egy kis idő múlva bejött egy öreg fickó, egy ilyen 60 év körüli figura, kis bottal, letámasztottak, és mondták, hogy ők kicsodák, kikérte a kis pint sörét, gondolom, és hát mondták, hogy ők kicsodák, honnan jöttek, szeretnének vele játszani, mondta, nagyon szívesen, mondták, hogy akkor melegítsen be. Hát mondta, hogy neki nem kell bemelegíteni. Oda ment, hát nem tudom pontosan így volt, de valami 5x5x, vagy 5x6x, amit akkoriban azért a magyar élmezőnyben kevesen tudtak, és hát egy óriási nagy verés lett belőle. Hát, szóval maradjunk annyiban, hogy igen, valóban talán azt gondolom, hogy a körzeti bajnokok szintje ez a kb. 80-as átlag. Tehát az az igazság, hogy nem is nagyon inspirálják egymást, tehát egyik sem nyújt most egy kimagasló teljesítményt ezen a mérkőzésen, de hát bízunk benne, hogy egy kicsit feltornázza magát. Én igazából, amit nem értek különben Peter Wright esetében, de hát ahogy láttam egy-két hozzászólást, én igazából nem értek az egészhez, de teljesen ide, miután Taylort leírtam előre, Taylor szurkolóként teszem hozzá, mert én nagyon szeretem Taylort. Szóval azt nem értem Wrightnál, hogy volt a UK Open győzelem, egy nagyon-nagyon jó szériája, használ egy nyílkészletet, tehát hogy ez ennyire az üzlet része, vagy pedig ennyire bizonytalan önmagában van a nyilában, hogy állandóan váltogatja, most megint egy teljesen egy formára, kialakításra, mindenhogyan egy más nyílkészlettel játszik, mint amivel szokott. Szóval elképesztő számomra, hogy ennyit variál a nyilaival, nem csak hogy szezonok között, hanem szezonon belül, most már legalább a negyedik, ötödik féle vagy típusú készlettel lehet látni ebben az évben, és ennél sokkal jobban szoktak ragaszkodni a játékosok a jó formát hozó dolgokhoz, mint ő. Egyébként érdekes, mert ugye Wright elképesztően jól kezdett a Premier League-ben. Így van. Fantasztikus teljesítmény nyújtott, de az utóbbi időszakban ugye ellinkeskedi a mérkőzéseit, de koncentrált. Hát visszaesőben van, ez tény és való, a játék színvonala is az ő részéről egy kicsit
visszaesőben van. Na, csoda történik. Most például kihasználhatja. Nem történik. Csoda, 180 mentesű vezet ez. Na majd véd. Az sem lesz. Kicsit oldalra lép Wright, megvan a lehetőség, 180! Az első 180-as, igen. Pedig már a hatodik lett bejárva. Nem kényeztettek el még minket. Komoly esély, ez most egy számára, hogy brékeljen. Előbb fog kiszállóra dobni, mint véd, ez biztos. Ezen behajóztak az izlandiak is, Észak-Írországba. Nem is tudom, mi lett volna az izlandiak, nem jutnak ki a futball Európa bajnokságra. Soha nem tudjuk meg ezt a fajta buzdítást. Noha, mint már kiderült, ez Skóciából származik. Igen. És közben megdobja két nyillal, snakebite, és elveszi kezdését James Wade-nek. Ez egy üdítő 11 nyilas volt az eddigi legekhez képest. Egy 17, egy 16, egy 21 nyilas után egy 11 nyilas érkezett Wright-tól, míg James Wade-nek egy 15 és egy 18 nyilasa van. Nem csoda, hogy nem verdesi az egeket az átlag. Ami viszont igazán döbbenetes, hogy James Wade-nek az első 9 nyilas átlaga is mindössze 89,1-en áll. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy a kiszállóval van gondja, mert az 67%-on van. Úgyhogy érdekes kis csata. Következő lesz igazán érdekes csata Van Gerwen és Van Barneveld között. Már a helyi rendező úgy gondolta, hogy ezt ki kell tenni, hogy egy kicsit felkeltse a közönség figyelmét, mert most úgy a vérnyomás csökkent, azt hiszem. Igen, pont itt írják a srácok, hogy egy kicsit hasonlít a Jelle Klaassen, Adrian Lewisnak volt egy ilyen meccs, ahol ilyen 80 körüli átlagot dobtak, és hát valóban nem azt a színvonalat képviselte, amit itt megszoktunk. Most egy 136-tal 170-re mehetett volna le, így 2-10 maradt. Én csak arra bíztatom nézőinket, hogy el ne aludjanak, még véletlenül sem, mert aztán jön zárásként a Csisznál Taylor mérkőzés, ami azt hiszem, hogy igazi kuriózum lesz. Mind a ketten nagyon jól játszottak. Az igen, meg lesz a második? Nem. Most dobott tripla 20-ra. Na, 51 után a Bull. Micsoda kiszálló lett volna, azért ez egy komoly kis csata lett volna, hogyha ezt szépen kidobja. Utána ő kezdett volna, de így viszont újra itt a lehetőség a dupla 8-ra, megdobja. Megvan. 5-2. Még ezzel a mérsékeltebb teljesítménnyel is úgy tűnik, hogy sima ügy lesz ez Wright számára. Hát ez azért jellemzi és minősíti Wade-et. És nagyon hektikusan szerepel ebben az évadban. A Premier Ligában nagyon kiegyensúlyozottan kezdett az elején. Magabiztosan játszott. Azokat a meccseket, amiket 95-98 körüli átlaga meg lehetett nyerni, azokat általában behúzta. És múlt héten ugye ő is egy nagyot fordított, hiszen 5-3-ra vezetett ellene Phil Taylor, és onnan nyert 7-5-re. Egy érkezik Wright-tól ezt a leget, igazából elengedheti, nem úgy sikerült a kezdés. 140, és ugye arról nem beszéltünk még, hogy az idei sorozatban a Premier League-ben ugye értelemszerűen egyszer már játszottak egymás ellen azt a meccset, Peter Wright 7-5-re nyerte meg.
81. Na nézzük Véd kiszállóját, jó a tripla 19, dupla 12, dupla 6-ra kell menni, nem ronthatja el, bár még elronthatja, mert 254, de nem rontja el. Megoldja. 3. Elég saját legjeit nyerni Wrightnak. Száz nyolcvan! Ez is jó. Nézzük Wright folytatását. Ó, a gonosz eljöttek. Nyíl már megint az. A negyedik lett. Az még gonosz ocska csak, mert a negyedik nyíl még oké, de amik... Aja, hát így már nagyon már, gonosz, ugye? Mert a másik kettő bement. De pont oda dobta mind a hármat, csak az nem a tripla volt, hanem a szimpla Védnek. Száz fölött James Wade, így nehéz lesz lebrékelni Peter Wrightot. Most már azért elég emberes lett az átlag. 93,4 és 94,2 James Wade-nek javulgatnak. De úgy látszik, hogy ebből a formajavulásból most Peter Wright jön ki jobban. De most azért igen komoly gentleman Wright, mert kezdi bevárni Wade-t. De csak hát Wade vonata késik. Kerekített erre a 76-ra, mert ezt már kétszer megoldotta a meccsen. Most jön a harmadszorra. Most nem jön a tripla, tehát a dupla 8 befejező nem lesz. Hoppá! Egy 24-es kiszálló, nem jön. Dupla 16 volt. Száz. Már mosolygott kínjában szegény Wade, hogy semmi nem jön be. Na, dupla 6-ra kell váltani. Az megvan. 6-3. Nem kíváncsi leszek, hogy a végén milyen átlagot produkálnak ketten. Száz 40. Említettem már, hogy a legutóbbi két helyszínen 100 fölötti volt a mérkőzések átlaga. Hát ez most le fogja húzni. Hát ez le. Ez le, de gondolom, hogy Peter Wrightot nem igazán zavarja. Itt van a jelenlegi állás. És ebből is kiderül, hogy Wade milyen nagy bajban van. Fú, ez csak 57. Hát a szélsőségek mérkőzése. Ez és az előző. Igen, és milyen furcsa, nem, hogy egy 90 fölötti átlagos mérkőzést kicsit unalmasnak lehet érezni egy olyan után, amivel azt gondolom, hogy ledöbbentettek minket. De hát azért azt se feledjük ki, hogy annak a mérkőzésnek egészen más volt a dinamikája. Én azt akartam mondani, hát hogy talán még, hogyha ők gyorsan dobnának, igen, ez is ilyen 100 körül lenne, akkor ezt a teljesítményt. Lehetséges. 135 érkezik. Ó, és csak 45 James Wade-től borítékolható Snakebite sikere. Még megvan, és két arányú. Meccs nyíl. Megvan! Megdobja.
nem a lap 14 lassan fejezte be. De Wright ezt nyert. Ők is érzik, ahogy látom az arcmimikát, hogy ez az igazi felejtős kategória. 92-vel picit, 92 fölött picivel mind a kettőknek az átlaga. Még azt mondom, a kiszálló se rossz, 43,8 Wrightnak és 50% Wade-nek, de hát ez tényleg nem volt egy óriási mérkőzés. 7-3 Peter Wrightnak, és azt gondolom, hogy Snakebite-nak és az ő szurkolóinak a szempontjából az a fontos, hogy tapad Van Gerwenre. És most jön az igazi összecsapás, a szülinapos Van Barneveld, Van Gerwen egyedüli legyőzője a Premier League-ben, Van Gerwen ellen meccsel hamarosan. És ez a következik tehát az S-sláger mérkőzése, a holland derbi Michael van Gerwen és Raymond van Barneveld között. És 23-án egyébként Barnevelt 7-5-re győzte le Van Gerwent, és Van Gerwentnek ez az eddigi egyetlen veresége a Premier League-ben.
futnak oda Fangerven, hogy mintha, na már megint itt vagy, megint találkozunk. Igen. Unják egymást? Hát mégis 2006-ban játszottak először egymás ellen, az meglehetősen régen volt. Azóta túl vannak 45 meccsen, 27-szer Gerven nyert, 17-szer Barneveld, és egy döntetlen. Igen, hát a karrier, a közös karrierjük eleje azért elején még Raymond van Barneveld dominált, ez egyértelmű, de hát az utóbbi időben azért ez a dominancia átfordult egyértelműen MVG felé. Ellenben a Premier League azért hozott meglepetést. Egy éppen bombaformába lendülő Raymond van Barneveld tudta az egyedüli győzelmet elérni Van Gerven ellen. És 7-5-re megverte. Ugye Gary Anderson az egyetemben verte meg, hiszen akkor verte meg Anderson, és ez egymás utáni két héten volt. Egyébként szenzációsan néz ki itt, pont azt nézzük, hogy nagyon, nagyon komoly meze lett erre a tornára Barneynak, ugye az 50, nagy 50-es, hát minden rajta van nagyjából, ami az ő életét jellemzi, mind a világbajnoki címei. 180! Gyorsan elkezdte a gyártást Fangerben. Mind az életkora, mind az unokája, tehát mindenki rajta van, aki neki most nagyon számít. És Fangerben kezdte a mérkőzést. Én azt hiszem, hogy ő ünneprontó akar lenni. Nem vagyok benne biztos, hogy szeretne tűzijátékokat gyújtogatni, majd esetleg egy győztes meccs után nagyon szívesen megkóstolja Barney tortáját, biztos vagyok. De a tűzijátékokat szerintem ő a saját 180-asaiban képzeli el, nem pedig de szép kiszálló szép szikrázóban, volt és ott a gyönyörű lehetőség, Bullal, ha megoldotta volna, micsoda kiszálló lett volna, óriási előnyben van. Hoppá, beszédült azért a húzva, egy százas, tehát 25-ös kiszállom Fangerven, megvan a 9-es, két nyíl, dupla 4, ott is van saját leget, az elsőt nyeri. Erre viszont most nagyon oda kell figyelni Barneveldnek. Hát ezzel szemben csak 60-as a kezdés. Az viszont még rosszabb. Egyelőre 20. 39. Érdekes körök. Hova dobál? Most már megtalálta a tripla 19-et. Most jön szépen lent. Közönség már rákezd a buzdításra. Mindenhol óriási népszerűségnek örvend Barneveld. Hát igen, ő talán az egyik olyan játékos, akit nem nagyon fütyülnek ki sehol. Tehát nem csak Hollandiában vagy Angliában, hanem tényleg a Szigetország összes színpadán vagy bárhol a világon nagy népszerűségnek örvend. Ez nyilvánvalóan abból is fakad egyébként, hogy ő az amatőrnek mondott, akkor még amatőrnek mondott BDO kötelékeiben szerzett magának egészen elképesztő hírnevet. Akkor megvan még a tripla. Jelentősen elkülönítették. Na, az is megvan, és a dupla 10 megvan, 140-es kiszálló. És a mai nap első 100 fölötti kiszállója. 1-1. Még csak egy 99-es kiszállót láthattunk. Szóval ő már akkor óriási népszerűségnek örvendett, amikor átjött a PDC-hez. És hát nem volt nehéz ezt a brandet tovább hozni a profik közé, mert a játék az egészen parádés. És hát ugye úgy nyitott, hogy átjött és megverte Phil Taylort, egy legendás világbajnoki. 180! Nem masszatol Fangerven, hanem villámgyorsan dobálja el a nyilait. Egyébként ez volt az idei Premier League a 70. 100 pluszos kiszállója, ez a 140, amit láthattunk most Raymond van Barneveldtől, és a 10. neki. Ő szépen kiveszi a részét ezekből a statisztikai adatokból. Az az úr ott vagy drámát érez, vagy mást érez a fejében, másnak a hatását.
Húha, de szép! Szenzációs. Gyönyörű. Szenzációs 11 nyilas. Azt a szenzációs kiszálló volt. Viszont olyan gyorsan végre lehetett lereagálni, és nagyon tudtuk ezt a leget. És 2-1-re vezet Fangerben. 100. Addig nincs baj Van Barnevelt esetében, amíg a saját legeket hozza, de most még veszélybe kerül az is, mert 140-es kezdés Van Gerventől. Nagyot 110-es átlag fölött van már Van Gerven, 112,5 egész pontosan. 60 csak. És Barney 86 ponton. Ez kevés lesz. Ennél több kell. 96. Igen, most vesz is egy nagy levegőt, ahogy látszik. Na most kell nagyot dobni Van Barnevelnek, mert különben nagyon rezegni fog a léc. Még egy tripla kellene. Megvan, 140. 140. Így már más a leányzó fekvése, de hát még mindig nem kiszálló. Egy tripla jött a 18. 108-ra jön le. Kiszálló. Már nem lesz meg. Ó, és a nagy kerekítés sem sikerült. És akkor nézzük Barneveldet, 100 fölötti kiszálló. Nincs tripla 20. Ó, egyesbe megy. Egyesbe. Jól látja, bizony. Szép a kerekítő, 40 marad. Hát csak kérdés, Van Gerven mire megy ezzel? Apa, jó a 14-es. Kezdés. Dupla egy nyíl, 20, fölé! Nincs meg. Nem veszi el Barney kezdését, legalábbis eddig. Ahogy a fociban mondják, centiméterekkel került el a felső lécet a labda. Igen. Itt meg a nyíla. Milliméterekkel, igen. És bedobja a dupla 20-at. Gyönyörű, 2-2. Jön a tripla? Nem. Mármint 2, igen, de 3, nem. És mindig 20 pont különbség van az átlagokban, és mégis 2-2 az állás. Jaj, de szép! 140. Olyan finom eleganciával igen, dobja el a nyilait. Sokan kedvelik az ő mozdulatát, tényleg nagyon szép, a nyugalmat árasztó. Csak hát nagyon-nagyon lent senkit ne tévessze meg, ő azért belülről biztos, hogy másként éli meg. Ezért ő feszült. Feszültséget azt mindenképpen ő is érzi. Csak hát nagyon szép a stílusa. És 171, az gyönyörű. Itt van az a döbbenetes különbség. Az egyenlő állás ellenére is. Igen. Na, jó 180 a válasz. 180! Na most érdekes a történet, nincs tripla. Ott sincs tripla. Tehát ugye ezt a 136-ost megoldani azért bravúr lenne. Nincs tripla, nincs kiszálló sem. 40-re mehet le, tripla 19-el nem sikerült. És akkor nézzük. Ez nagy lehetőség. Van Gerven előtt nincs még meg, és ez jár meg van. 3-2. Hú, de örül neki. Micsoda. Az arc nagyon kemény, igen. Két héttel ezelőtt olyan pofát mutatott. 140. Ez is. Ugye Van Gerven torna győzelemmel érkezett ide, hiszen a hétvégén ő nyerte a German Darts Masters versenyét Jénában. Tehát szépen és jól bemelegített erre a csatára, ott is találkoztak. Ó, ez most nagyon nem kellett volna Van Barnevelnek, 140. Veszélybe kerül így aztán a saját legnagyot kellene dobni. Nem úgy indít. Sőt, nem lesz triplája. Ó, 45. Ajjaj, 45. Ez lehet itt a fordulópont. Egy tripla.
96. Ez kiszálló, Barneveld 2.35-ön jár. Nem jönnek a triplák most Van Barneveldnél. Éj, a Bull az viszont sokat hozott. Tehát 145 még így is. Hoppá! Kipattan a nyíl. Azért szépen oda tette, hogy 40-re maradjon. Pont a drótot talált el. Pont a csontba, ahogy Ace Ventura mond. Nem jön a tripla, így aztán már csak kerekíteni tud bánni, az gyönyörűen, ugyanúgy lerakja magát 40-re. És itt a komoly break esély Van Gerven előtt. A közönség próbálja most zavarni, hogy Taylort is zavarta. Nincs meg, ez sincs meg, azok a harmadik nyíl, az megvan, 4-2. Őt nem zavarta. Úgy kell tovább játszani Van Barnevelnek, hogy vissza kell brékelni. Szóval a hétvégén a negyed döntőjén találkoztak a German Darts Mastersnek egymással, és akkor 6-3-ra tudott nyerni Van Gerven, egy 105-ös átlagot dobott, 105,2-t, még Barninak 99,5-ös átlaga volt. De egy egészen más tészta, egy Premier League forduló, ráadásul mindkettőjüknek rettenetesen fontos. Van Gerven meg is közelíti különben azt a 105-ös átlagot. 100. Nagyon fej-fej mellett azonos értéket dobtak. Húha, 140. Utána tudja dobni ugyanezt Van Barneveld. Nézzük. Egy tripla megvan, az alatta. Jön még egy. Csak 100. Jön egy. A harmadik. Marad az 50, kicsit számolnia 160, kell. Rá fog dobni, rá kell dobnia, így van, hiszen kiszállón van Barney. Ez most bravúr kellene Barneveldnek. Nincs is meg a tripla. Egyáltalán nem dob triplát, nem bizony. 96 marad, kérdés, hagyja-e Van Gerven? Nem hagyja, 14 kilos leg. Limon. 104-es körátlagon, 120,7 az első 9 nyilas átlaga Van Gervennek. Nagyon ünneprontó hangulatában csupa van Van Gerven. Csupa 5-körös, 1-4 körös kivétele dobott egy 11 nyilast, és dözen kívül dobott még 4 darab 5 körös leget Van Gerven. Száz. Hoppá, ez elszállt az ötösbe. Dühös, nem véletlen. Ezt kellene kihasználni Barneveldnek. Tehát nem jön tripla, nem jön tripla, és nem jön tripla. Hát ez nem az a meccs, úgy fest. Ami most Barney sikerével kecsegtetne. Nagyon magabiztosan játszik Van Gerven. Na, szép. Most jön a tripla, szépen. Az alá kerül. 100. Kérdés, hogy milyen válaszként. Egy tripla már igen. Kettő is jön. 100 alatt van Van Gerven. 134-et dobott. Kellemesebb kiszállója van Van Gervennek, de ez a tripla 20, ez jó. És nem jött a tripla 19. 52 marad. A tripla 20-at megdobja, nem dobja, meg így egy nyila lesz kiszállóra. Ó, két darab dupla 18! Új, de szép csinálja. Volt! Hú, azt a mindenit! Az igen. Ó, micsoda kiszálló volt. Két duplával fejezte be. Ez volt a legmagasabb kiszállója a meccsen eddig. Barney 140-180-at láttak a háttérbe, de nem annyi volt. 85.
a jelenlegi állást látjuk. Igen, most még csak egy pontot írtak oda Fangerben nevéhez. És hát ugye ezért kellene Van Barneveldnek, vagy mert Taylor beelőzte. Megelőzte, és még Taylornak ugye lesz egy mérkőzése. Igen. Ráadásul Luis, ha Barneveld lejátsz ezt a meccset, akkor egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint Barneveld, tehát nem könnyű a helyzet Barneveld számára a folytatásban. Ó, nagyon szépen jön a váltás. Nézzük 81-re, három darab 140 után jön-e a kiszálló Barney. Kell a bull a 12. nyillal, nincs meg, egy ötös a vége. Még ő is elmosolyodta magát rajta. A vártnál simább lesz, 7-2 lehet, 7-2, ha megdobja. Megdobja. És megdobja. Sima meccs volt. Bocs öreg, tudom, hát, hogy szülinapod volt. Boldog születésnapod, de most nekem nagyon kellett, bocs. Visszavágott, ha mondhatjuk ezt, Van Barneveldnek Fangerben a korábban elszenvedett vereségért, és ezzel megint. Szép, 103 fölötti átlag, ennél több most nem kellett neki. Na tehát, kedves nézők, egy meccs van még hátra, a www.facebook.com/sport1tv Facebook oldalon el lehet még minket érni, és a következő mérkőzés, és egyben a belfasti verseny záró meccse, a Csisznál-Taylor mérkőzés lesz. Csisznál Taylor mérkőzés. Welcome the billions of viewers joining us around the world. Let's welcome back the ladies and gentlemen, the winner of the 11 PDG ranking events.
figyelmét is felkeltette a Csizit bekísérő Volkon Girl. Kérdezi Kovács Attila, ki ez a csaj ott Csizivel. Írtam, hogy mi is szeretnénk tudni. Na jöjjön akkor a utolsó meccs, Csisznál és Taylor között 31. meccsük, 23 Taylor győzelem, 8 Csisznál siker. A papírforma egyértelműen Taylor mellett szól, különösképpen a múlt és különösképpen a ma mutatott forma alapján, de azért ne felejtsük el, régen volt, több mint 2 órával ezelőtt, Csisznál szenzációsan játszott ma az első mérkőzésén, úgyhogy azért van kilátás. Hát mind a ketten hoztak között egy olyan menetelést, amivel azt gondolom, hogy egy komoly csatát jeleztek elő nekünk itt az utolsó összecsapásra. Persze, hogy Taylor mindig rendszeresen hangsúlyozza, hogy ő ebben az időszakban már otthon szokott pizsamában és papucsban ücsörök a foteljában. Persze ez most Belfastban nehezen tenné meg, de nyilván nem tudom, hogy elvárható-e bármelyiküktől is az a színvonal, amit az első meccsen produkáltak, de Csizinek nagyon kéne a 2 pont, Taylornak, hát neki azért, hogy fölkapaszkodjon, Taylornak meg azért, hogy megragadjon az első 4-ben, hiszen akkor egy 3 pontos különbséget ki tudna harcolni magának a 4-be jutásra esélyesek előtt, ami hát azért komoly előny ezen a szinten. Száz. Olyan fogadás is van egyébként, hogy az első legben lesz ez 180-as. Kétszeres szorzó, ha lesz. Tehát egyelőre nincs. Megy a nyújtózkodás rendesen. Elgémberedhettek ott a elmúlt pár órában. És Csizi most gyönyörűen, ó, egy 174. És képzeld, aki arra tett, hogy lesz 180-es, és erre a tripla 18-at dobta, a tripla 20 helye. Biztos nagyon boldog. 131. Kiszállón Csisznál. Igen. Az is nagyon jó. Na nézzük a dupla 16. 99. Fönhagyta most szépen az egekben. Még biztos 3 nyila lesz rá. De jön a tripla. Az fölé. 105. És akkor itt a kiszállásra a 3 nyíl. Dupla 16-ra. Első már megoldja. Csisznál itt most már nincs hiba. Hát Csizi folytatja a parádés játékot. Szép 13 nyilas volt ez. Szép. Rögtön egy 4-körösen nyithatta volna a meccset, hogyha megdobja a 131-et. Azt szerintem fölötte van. Ugye elmondta Taylor különben az interjúban Anderson elleni meccs után, hogy ez a fiatal generáció rettenetes mennyiségű triplát és borzasztóan magas pontértékeket dobál, ezért nagyon fontos ellenük, hogy a kiszállózást hogyan oldja meg az ember, amikor oda tud kerülni, hiszen olyan tömeget dobnak, amivel nagyon nehéz úgy meccset nyerni, hogy valaki hibázgat a duplákra. Ez feltétlenül kulcs lesz most a Csizi meccsen is, biztos vagyok. 100. Hihetetlen gyakorisággal dobta Gary Anderson ellen az első nyilát a 180, a tripla 20-ba Taylor. Sőt, hát az igen, és kettesével ugye 17 darab 140-es dobott azon a meccsen, ami rettenetesen magas szám tekintettel arra, hogy hány leget játszottak. Még meg lehet, a Bull kellene hozzá, nincs meg. Csak a 25-ös sem találta el, de hát most Csizi is azért viszonylag magas kiszállón van, ugye ez egy 4. körös kiszálló kísérlet volt.
Nem jön Csizinek sem. Marad a 36. Nézzük 45-re, Taylor 13, dupla 16. Az jó. Ott és is nem van. Is hibázik egy. Duplára. Most nem hibázik, az előbb a Bullt elrontotta ugyan, de hát az a bravúr kategória szokott lenni. A biztos dupla 16 meglett. 140-nel kezd Csizi. Nem tréfál Csisznál. Magasan tartja az átlagot. 100. Uha. Elment a tripla egybe, az már jó helyen köt ki. 82. Leejtette. A tripla alá másodikat is Taylor, a harmadikat meg fölé dobja. Csalódott. Közben érkezett egy kérdés a sporttelevízió oldalára, hogy a World Cup of Darts-on lehet-e tudni, hogy mely országokban kik indulnak. A Piris Hungarian Fanclub oldalán már kiraktunk egy cikket ezzel kapcsolatban, ahol biztosan megvannak a résztvevők, oda beírtuk a játékosokat, ahol pedig egyelőre csak az információk, a világranglista, ott beírtuk az esélyes játékosokat. A végleges listát egyébként több országban is május 22-én fogják megadni, tehát nem sokkal a világbajnokság előtt. Az igen. Többek között Angliából sem tudjuk. Jelenlegi világranglista alapján ugye Adrian Lewis, mint negyedik helyezett, és James Wade, mint ötödik helyezett képviselni Angliát. De hát kérdés, hogy Taylornak ez az utolsó éve, nem fogják valahogy megbütykölni, hogy bekerüljön még 2-1, hiszen a másik két fiatal úrnak még bőven van lehetősége, de hát ezt majd meglátjuk, ezt eldöntik nyilván ők egymás között, illetve hát a PDC szervezettel egyeztetve, hogy ennek mi lesz az útja, módja. Ami szinte biztos, én azt gondolom a hollandoknál, bár nincs kihirdetve a csapat, az a Van Gerwen, Raymond van Barnevel duó lesz, az szinte tuti. A másik tuti páros az a Gary Anderson, Peter Wright, ha csak nem jön közbe valami. Ahogy elnéztük a ranglistát, az ausztráloknál nagy valószínűséggel Simon Whitlock, Kyle Anderson páros lesz, csak hogy a nagyokat említsük. Az osztrákoknál pedig Mensur Sujovic mellé valószínűleg Robbie John Rodriguez fog csatlakozni, ő van fönt még a világranglista viszonylagos élmezőnyében, de érdemes megnézni, hogy ki kell. 125. Lesznek a kedvenceink is, különben a tájföldiek, csak szólok, hogy gyakorolhatsz majd előre, mert Tanavat Gavenuntavong ezúttal is itt lesz. Nem megy most Taylornak. Hát nem bizony. Két 59-es kör egymás után. Hát most már veszélyben forog a saját leg. Nagyot kellene dobni. Nincs tripla. Ott még egy kellene. Egy csak. 96. Nincs kiszálló. Ó, itt 16-ossal 40-re maradhat Csisznál, igen. Most egy kicsit számolni kell. Tökéletes. Nagyon komoly esélye van Csisználnak arra, hogy brékeljen. 100. Megvan a helyzet, de úgy látszik, hogy Csisznál jobban bírja az éjszakázást. Igen, és azért ha a két meccset elnézt az ember Taylor szemszögéből, akkor inkább ezt a meccset adtuk volna neki, vagy adnám neki, így első blikre, mint a Gary Anderson ellenit, így a forduló előtt. Lehet, hogy Taylornak mégis olyan lehet, hogy fordítva van, lesz. Elengedi az ellenfelet, aztán majd jön ja, igen. Huszáros hajrá a végére. Előfordulhat. Ott van, most tessék. Megint most kezd összeállni neki. 140.
És ez az első 140-et, tehát nem hogy 180, még 140-et sem dobott. 110,5-ös átlagon van egyébként Csisznál, csak hogy azért az is meglegyen, hogy most már 110 alá ment egy picivel, de ez még így is parádés. 60%-os kiszállóval, tehát kimagaslóan jó játékot produkál Dave Csisznál. 90-es átlag Taylor, ez messze alul marad a vártól, vagy a vártnál. 57. Na nézzük Taylort, sikerül-e már végre stabilan megdobni a tripla 20-akat? Igen. 180! Ezt most igen jó pillanatban eresztette el, hiszen Csizé rontott két kört is ebben a legben, nem dobott triplát. Most 121. Mind a kettő kiszálló, de mennyivel könnyebb a dolga Taylornak, főleg így, hogy jó az első. És akkor most nézzük a bullt. Nem dob rá. Nem dob rá, mert úgy ítélni meg, hogy a 167 az bravúr lenne. És jó gondolta. Az egy gyönyörű kerekítés 36-ra, nézzük 32-vel, megbirkózik-e Phil Taylor, hogy visszavegye azt az elvesztett. Na, a harmadik. És itt jönnek azok a hibák, amiről beszélt, hogy nem szabad elkövetni. Itt volt a break esély, nem is kicsi, de még azért Csisznának meg kell oldani a feladatot, egyelőre ő sem. Ez már igen, 4-1. Hát érthetően csalódott és mérges Taylor, ott volt a zsebében ez a leg. Száz. A Csisznának elég a saját legjeire odafigyelni. Hát így már abszolút. De hát 4-1, még bármi lehet. Így van. 140 érkezik Taylortól. Nagyon jó formában van Csisznál. Ugyanolyan brutális feljavulásra van szüksége Taylornak, amit elkövetett Anderson ellen. Ó, ha 40, nem, 55. Nézzük ezt a kört, ez fontos lehet. Jön a tripla. Kettő is, 140. Most már komoly a baj. Fölötte. Levált tripla 19-re, az jó döntés, és az is jó. Most, ha nem dobja meg, Csisznál a 124-es kiszállót. De jó úton halad. Ó, és szektort hibázik. A sima 14-es vagy a tripla kellett volna neki, de így viszont. Most bizony egy 40-re kerekít, egy 15-össel. 72-re Taylor. Megvan a tripla, így két nyila van kiszállóra. És bedobja az elsőt. Igen, ha nem hibázik kiszállót, akkor esély van a felzárkózásra. Hát vegyük úgy, hogy egy-egy az elrontott kiszállók száma, hiszen Taylornak is volt egy komoly esélye. Igen, de mindenképpen brékelnie kell. Nem talált triplát. Az utolsóval jön egy százas, de két tripla ellenében ez nem ad sok brékesét. Az alá került szerintem.
Egyelőre nincs tripla. Nincs bizony, nem. Egész körben nincsen tripla. Na Taylor. Ott a tripla 20. Hú, de mérges csisztálót lehet látni a háttérben. A mindig mosolygós, arcú mosolygós szájú csisznál most nem olyan fizimiskával állott. Ez szép. Az szép bizony, mert így 170-re marad. 301-re kell a 140. Legalábbis kéne. Átmegy a tripla ötösbe. Hú, 55. Ez 55. Ez sem egy fényes. Nézem, 108,7-es átlaga van Csisználnak. Nagyot kellene dobni Taylornak, hogy legyen esély. 93 ponton van Taylornak a kör átlaga, ez... Valami, ha megint valami meg. Van ott, valaki mocorog a fotós, vagy valaki ott oldalt a stage mellett. Ugye a periférikus látásban, ha valami mocorog, az elég zavaró tud lenni, ami nem megszokott természetesen, tehát tegyük hozzá, hogy azért nem minden mozgás, csak ez, ami szokatlan helyről érkezik, az zavarja meg őket. Nem dobja be. A dupla 18. 146, hát nem könnyű, igen, de megoldható. Már nem, de még egy jó kerekítés meg lehet. És akkor most abban kell reménykedni, hogy Csisznál elrontja három nyilát dupla 18-ra. Dupla 9 kell. Megint nem dob rá. De most megdobja a dupla 4-et, csak nem látjuk a kijelzőtől. 5-2. Dupla 9-re nem dob rá Dave Csisznál. Safety. 104-es átlagon továbbra is. Igen, Dave Csisznál dobni, ott nagyot lehet koppanni, hogyha azt elrontja valaki. Ez igaz, de így viszont fixen elhasznál egy nyilat kerekítésre, amit nem duplára dob. Tehát mindenképpen egy nyila marad. Persze nyilván embere válogatja, hogy ki az, aki rádob. 100. Lehet, hogy beégett neki valami rossz emlék, valami komoly meccs ment el egy ilyen szituáción, és inkább le... 180! Hát ezt a lehető legjobbkor dobja megint. Jön a válasz? Jön ám bizony! 180! Fölvette a kesztyűt vele viszont Taylor kiszállón most. Kiszállón van Taylor, magas kiszállón. Nézzük a kerekítést, ú, de jön Csizinek. Azt a mindenit. Most már nem kell a tripla 20. 50 marad. 161. Nincs meg. 96 marad. És meg lehet az egy pont. Ezzel az 50-es kiszállóval. Két nyíl a dupla 20-ra. Meg is meg van. Meg is dobja. A győzni már nem fog Taylor. Igazából csak az érdekel, hogy hol volt eddig ez a Csisznál. Ebben a Premier Liga sorozatban. Most, amikor tényleg az életért játszik, akkor nagyon megy neki. Az elején meg volt egy csomó olyan... Ma lejátszhatna az összes mérkőzést. Igen, lehetséges különben, igen, mert ma nagyon elkapta a fonalat. 107 fölötti átlagon van Dave Csisznál. És számtalan olyan meccsét láttuk a Premier Liga elején, amikor két-háromleges hátrányba egyszerűen elengedte a mérkőzést, nem foglalkozott vele. Igaz, hogy most nincs hátrányba, és nem is volt, de egészen parádéssal játszik szerencsére. Így aztán elég jelentősen be fogja a mezőnyt sűríteni.
Kovács pontszámban. Kovács kérdezi, a Premier League döntőjének helyszíne, az az O2 Arena lesz majd Londonban, méghozzá május 18-án. És addig még azt mondja, hogy lesz 1, 2, 3, 4, 3. Három versenynapunk lesz még, ebből egy olyan lesz, ahol dupláznak, tehát 5 meccses. Ez jövő héten az utolsó 5 meccses forduló lesz, ahol Adrien Lewis és Van Gerwen, Michael Van Gerwen fogja utolérni a mezőnyt meccsszámban is. És így aztán ott kiegyenlítődnek teljesen a viszonyok, és az utolsó két forduló már csak 4-4 meccset fogunk látni. Míg a döntőben 3 meccset fogunk látni, ahol a két elődöntő mellett a döntőt rendezik meg. Egy szép 180! Kérdés, hogy nem a búcsú dobása volt Taylornak. Lehet, hogy ez volt a búcsúja. 7-2 Csizinek. Ott a meccs nyíl. Hopp, és egy egyes gól. Elrontja, de nagyon. De Taylor már lerakta a nyilait. Karba tett, kézzel áll mögötte. Hát ez nagyon nagy. Na még kéne egy, igen, egy hármas dob, és a 36 nem nincs dobja meg ezt a hibát. Hát már lerakta a nyilait Taylor, és karba tett, kézzel állt a háta mögött. Na nézzük, visszahozza magát most is a meccsbe. Hát most nem is kell hetet nyernie, csak 4-et különben zsinórba. Hoppá, dupla 10, nincs meg. Ó, nem dobja meg. Tegye le a nyilait, az jó bejött az előbb, bevált. És a 18-ra nem fog rádobni Csizi megint? Valószínűleg. Most viszont egy nyilat eldob kerekítőre egy nyilat, igen. És két nyila marad a duplára. Most rakja be a tokjába. Hát, a télon az elpakol. És igen, most nem kell, hogy elővegye. Nem kell, hogy elővegye. Csisznál este napja volt ez. Már a legemlékezetesebb. Abszolút. Abszolút. 4 pontot hozott. 12 pontja van most már neki is. Majd mindjárt ki fogják tenni az új táblát. Hát ez tényleg az ő estéje volt, hiszen ő a maximumot kihozta ebből a két meccses estéből. Íme az eredmények. 7-3 és 7-2, ráadásul iszonyatosat javította a legarányán is. Döntetlenmentes este volt ez. És nagyon sima meccs, nem volt szoros meccs egyik sem. Tehát nem ment el a 12 legig egyik csata sem. Taylor Anderson meccs volt 11 leggel a leghosszabb. Hát Wright 7-3-ra elintézte védet, Van Gerwen nem nagyon foglalkozott Barney szülinapjával, és íme a tabella. Íme a tabella, itt az első helyezett Van Gerwen, ráadásul még egy mérkőzésre kevesebbet is játszott, mint a többiek. Tehát egyelőre az O2 arénát érő helyen Van Gerwen, Wright, Taylor. És azért lehet látni, hogy Dave Chisnak 2 pontra van mindössze Gary Andersontól, aki a negyedik helyen áll. Hát ennyi fért mai műsorban, kedves érzők, köszönjük szépen a figyelmüket, jövő héten Medi és Miki várja majd önöket, Birminghamben rendezik majd 27-én a következő fordulót, én Lajosnak köszönöm, hogy velünk tartott, önöknek pedig a figyelmet, viszontlátásra, jó éjszakát! Viszontlátásra, jó éjszakát! Thank you for the 10 that you've done.